sit under the word, the more you change. Minél hosszabb időt töltesz azzal, hogy ott ülsz Isten jelenlétében, annál jobban megváltozol. In America, we call it camp meeting. Amerikában ezt úgy nevezzük, hogy camp meeting, ez azt jelenti, hogy ilyen sátoros ünnep, hogy fel akarjuk, táborozás, hogy fel akarjuk fordítani. The reason for that is that people in the old days would come miles and miles and come to one location. És azért neveztük el ezt így, mert a régi időkben az emberek mérföldeket tettek meg, hogy egyetlen egy helyre menjenek és ott együtt legyenek. And for weeks they would teach the word, teach. Nobody lay hands, nobody praying, nothing. És heteken keresztül csak tanították Isten igéjét, Isten beszédét. Senki nem tette a kezét a másikra, nem imádkoztak. Nem ilyen dolgok történtek, hanem tanítás, Isten igéjének a tanítása. And then finally the minister would say, okay, today we're going to lay hands on people. És aztán végül pedig a szolgáló azt mondta, hogy rendben, ma végül mindenkire rávetjük majd a kezünket. And then all the great miracles would hit that we've heard about because people learned how to stay under the word. És minden egyes csoda, amiről utána hallottunk, az azért történt, mert az emberek megértették, hogy hogyan üljenek ott, hogyan hallgassák Isten igéjét, hogyan tanulmányozzák Isten igéjét. So I want us to stay under the word. Amen. Szóval szeretném, ha itt maradnánk Isten igéje alatt. Amen. Here's the thing. Mert a dolog az az, we can't let the goosebumps overtake us. Nem hagyhatjuk, hogy libabőrössé váljunk csupán, és akkor érezzük Isten jelenlétét, és hagyjuk, hogy ez túlható módon csak erről szóljon minden. Without locking down on what the word of God says. Anélkül, hogy egyszerűen megnyitnánk zárakat az életünkben azzal, hogy mit mond Isten igéje arról a dologról, amit átélünk, vagy megtapasztalunk. Oh, pray for me, brother. Lay your hands on me. Ó, testvérem, imádkozz értem, vesd rám a kezeidet. So I do that. Persze, ezt is megteszem. Pray over my handkerchief. És imádkozz a zsebkendőmért. I do that. Azt is megteszem. And then once you go home, de ha te utána hazamész, you didn't lock down on the word of the Lord and faith wasn't built correctly. A hited nem épült föl Isten igéjébe, amiben utána bele tudsz kapaszkodni, miután innen elmentél. So we live off the anointing of somebody else. Akkor mindig valaki másnak a kenetéből élünk és abból táplálkozunk. No, I want you guys to grow, amen? Én azt szeretném, ha ti most növekednétek, kimagatok. I want you to use your own faith. Szeretném, ha ti saját hiteteket használnátok. That after this conference you've got something to stand with. Hallelujah. Hogy ezután a konferencia után valami legyen, valami kézzel fogható, amihez visszatérhetsz, amit megragadhatsz, és veled maradhat. Because heaven and earth will pass away. Mert a menny és a föld elmúlik. But the word of the Lord endures forever. De Isten igéje örökké megmarad. Don't worry about miracles. Brother, Choda. Yeah. És mi nem aggódunk, azt mondjuk mindig, Uram, jöjjön a csoda. Amen. Choda follows the word of the A csoda Isten igéjét követi. All right. So Isten beszédének a hirdetését követik a csodák. We live in the realm of the miraculous. Amen. Mi már a csodák szférájában lakozunk és ott tartózkodunk. Amen. Alleluja. How many miracle workers we got? Alleluja. Hányan vagytok, akik Isten csodájában cselekszetek és éltek? All right. So if you got your Bible, akkor fordítsatok velem. Go with me to the book of Isaiah chapter 53. Az Ézsaiás 53-hoz fordítsunk most. Verse 4. A 4-es vershez. And when you gotta give me an amen. Ha megvan, mondjátok azt, hogy amen. This is called the substitutionary chapter. Mert ez egy olyan ige szakasz, ami egy helyettesítő ige szakasz. This is the chapter of the life of Christ. Isaiah's prophesying. Hiszen Ézsaiás Jézus Krisztus életéről profétált itt. So Isaiah 53 verse 4 and 5, I'll read it first, then you can read it. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, and the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Ézsaiás 53, 4, 5.
pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmaink nehezedtek rá. És mi azt hittük, hogy Isten csapásai sújtják, hogy ő veri és bünteti. Bizony bűneikért kapott sebeket, vétkeikért törték össze őt, békességünk büntetését ő fizette meg, és sebei árán gyógyultunk meg. Every 17, I heard an interesting quote. Minden egyes alkalommal hallottam egy nagyon érdekes idézetet. That every 17 seconds. Minden 17 másodpercben. Your body manufactures new blood. A véred új vért kezd el teremni, termelni. And the purpose of that new blood is to cleanse your body of impurities. És a célja ennek az új vértermelésének, hogy a régi, tehát az ó vért kitisztítsa a szervezetedből, a testedből. How many of you guys are thankful that the blood of Jesus cleanses us from all impurities? Hányan vagytok hálásak azért, hogy Jézus Krisztus vére minden egyes tisztátalanságtól megtisztít bennünket? Hallelujah! Hallelujah! You know, verse 12 of the same chapter says this, and it says in verse 12, therefore will I divide I will divide him a portion with the great, and he will divide the spoil with the strong, because he's poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressor, and he bore the sin of many. Azt mondja a 12-es vers, tehát Ézsaiás 53:12, mivel lelkét önként adta halálra, és a bűnösök közé sorolták, mivel magára vette sokak bűneit, és a bűnösökért imádkozott, ezért jutalmat a hatalmasok között osztott neki, és osztályrészét a győzelmi zsákmányból a hősök között kapja meg, mondja az örökkévaló. The word sin here in the Greek, or the Hebrew, excuse me, is the word harmatano. A görög megfelelője ennek a szónak, a harmatano. And what it means to miss the mark. És ez a bűnösségi kifejezés, és ez azt jelenti, hogy egyszerűen nem ért célba, céltévesztés magyarul. The picture is like somebody shooting a bow and arrow, and the arrow doesn't hit the target. És pontosan az a képet használja erre, hogyha valaki egy nyilat kilő, akkor a nyíl céltéveszt, tehát nem talál bele a célba. How many people do we know that have missed the mark in life? Hányan ismerünk olyanokat, akik céltévesztettek az életük valamilyen területén? In our families, in our marriages, életünkben, családunkban, a házasságunkban, in people's walk with God, emberek, ahogy járnak Istennel, sin has caused many to miss the mark with the Lord. A bűn sokak életében azt okozta, hogy egyszerűen célt tévesztették az életük. How many of you want to come into the glory of the Lord? Amen? Hányan akartok Isten dicsőségének jelenlétébe bejönni? Well, what sin does is sin. The Bible says sin separates us from God. De a Biblia azt mondja, hogy a bűn elválaszt bennünket Istentől. Now as we look back at verse 5, I want to show you something, because I'm going to teach you. Ahogy az ötös vershez visszatérünk, valamit meg akarom nektek mutatni, mert itt most tanítani akarom. Verse 5 says something interesting. It says that Jesus was wounded for our transgression. Az ötös vers azt mondja, hogy Jézus a mi bűneinkért kapott sebeket. The word wound here is very specific. A sebek itt egy nagyon specifikus, nagyon kifejezett szó. It means as if to step over a boundary. Ez azt jelenti, hogy olyan, mint hogyha lenne előttünk egy akadály, amin át kell lépni. Many people in life have stepped over boundaries. Nagyon sokan vannak az életükben úgy, hogy akadályokat léptek át. In life, in things, they step over the areas of life. Az életben különböző dolgok miatt, különböző területeken át kell lépnünk. Now the Bible says something specific about the transgression. És a Biblia valami nagyon specifikus, nagyon kifejezett dolgot mond a vétkezésről. It says that Jesus was wounded for the transgression. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus megsebesítették, tehát ő sebeket kapott a mi vétkeinkért. Now if I was to get a knife and I was to cut you, hogyha én most vennék egy kést és megvágnálak téged ezzel a késsel, I would wound you. Akkor ott lenne egy seb, tehát megsebeznélek téged. Now, when somebody's wounded, what is the first thing you see? Hogyha valaki valamilyen sebet kap, vagy valami megsebesül, mi az első dolog, amit látsz ilyenkor? Vér. Is that blood? Blood. Vér. Vér. That's the very first thing you see. Ez az első dolog, amit látsz, amikor egy seb keletkezik valahol. The job of the blood is to quickly rush to the wound
to put a covering and to protect the womb. Mert a vérnek a munkája, a célja az az, hogy gyorsan kibudjanjon, azért, hogy befedje azt a sebet, hogy minél gyorsan kitisztítsa azt a sebet. What is a womb? Mi ez a seb? It's, tehát, hogy betakarja ezt a sebet. Mi ez a seb? It is bleeding on the outside. Ez az, hogy kívül vérzik valami. In other words, más szavakkal, Jesus was wounded for the visible sins in our life. Jézus a mi fizikailag látható bűneinkért is megsebesítetett. I've been ministry preaching, pastoring churches, Bible colleges 22 years of my life. Én az életem 22 évében tanítottam, pásztoroltam, bibliai iskolákat vezettem és ilyen szolgálatokat végeztem már. And there are so many that have been wounded in life. És láttam azt, hogy annyira sokan vannak, akik az életükben megsebesítettek. Sexually, szexuálisan, verbally, verbálisan szóban, physically, fizikálisan is. The wounds are there. És ott vannak azok a sebek még mindig. So when somebody is cut in life, tehát hogyha valaki így megsebesítetett az életében, the job of the blood of Jesus, Jézus Krisztus vérének a munkája, a feladata az, is to cleanse that wound, hogy kitisztítsa azt a sebet, and to put a covering over it. Hallelujah. És hogy befedje azt. Halleluja. Hallelujah. Hallelujah. See now, let me go into this because we believe. Hadd menjek most egy kicsit mélyebben ebbe a témába, mivel mi hisszük azt, that Jesus's blood can wash away the sin, hogy Jézus vére el tudja mosni, minden bűnt el tud mosni. Then we also need to believe that his blood can cover the transgressions of life. Ezért azt is el kell hinnünk, hogy az ő vére képes befedni az életünk minden egyes vétkét és hibáját. Hallelujah! Kedves testvéreim, minden a keresztnél indult el. A kereszt mutat fölfelé, egyenesen Isten irányába, and points outward to our brother. És mutat oldalra a mi testvéreinkre is. So listen to this. The Bible says in the book of Colossians that the blood reconciles us back to God. Szóval figyelj ide, azt mondja a Kolossi beliekhez írt levél, hogy a vér Istenhez békességre visz, megbékéltet bennünket Istennel. So the blood is the key. Szóval a vér a kulcs. Amen. Can you catch this? Because I'll build on this. Figyeljetek erre, mert valamit most építünk. So we just read in verse 12 the word sin. Tehát olvastuk a 12-es versben azt a szót, hogy bűn. Verse 5, we just read in verse 5 about the transgression. Az 5-ös versben olvastunk arról a fajta vétkezésről, amikor eltérünk az igazságról. It may say it a little different, it may say it a little different in your language, and I'll translate it for you. Kicsit más a magyarban a kifejezés, tehát mi ugyanazokat a szavakat használjuk, az angol külön választja ezeket a szavakat. But there is a different word there, tehát itt egy más szót használ, that it says this. Ami azt mondja, it says he was wounded for the transgression, but he was bruised for the iniquity. Tehát azt mondja, hogy megsebesítetek a vétkeinkért, de a mi bűneinkért kékeket kapott. Tehát, mintha megvernek valakit, és akkor vannak ilyen bekékül, belirul. Tehát ez a fajta szó, amit használ az angol. Don't worry, we'll catch it, we'll catch it. Yeah. Mindjárt meg fogjuk érteni, jó? What is a bruise? Mi az, amikor valaki megüti magát, egy ütődés a testen? Now, believe it or not, one time I was thin. Akár hiszitek, akár nem, voltam én már vékony is. I was thin. Voltam én már vékony is. And I used to be in martial arts. És harcművészetekben is részt vettem martial artsban. So we would do what they call fighting, sparring. Szóval mindenféle harcokat, tehát harcművészetben sportoltam, és innen is, és onnan is megütöttük egymást. And my body would look fine. És a testem akkor teljesen normálisan jól nézett ki. But then later, maybe 2-3 days later, bruises would begin to show. De aztán később, talán 2-3 nappal később is elkezdtek jelentkezni a testemben a kékek és a zöldek. És ezeket nevezzük a megütődésnek a nyomainak. Van valakinek jobb szava erre? Véraláfutás. Köszönöm. Mi ez a véraláfutásos ütődés nyom? A bruise
Tehát ez, where a wound, amikor van egy seb, bleeding on the outside. De ez nem egy külső seb, hanem egy belső seb, tehát belül vérzik a bőr alatt. A bruise is bleeding on the inside. Tehát ez a vér alá futásos sebnyom, ez olyan, ami belül történő vérzés. Now the Bible says, a Biblia azt mondja, that Jesus was bruised or pained for the iniquities in our life. Tehát, hogy Jézus Krisztus a mi bűneinkért viselte ezt a fájdalmat, és ő megverték, összetörték az életünkben, tehát a kékeket is, a zöldeket is elhordozta, értünk. Bruises show up later. Tehát ezek a nyomok mindig később jelentkeznek, a véraláfutásos ütődés nyomok. Now let me give you Bible on this. Most a Biblia szerint hadd magyarázzam el ezt. Mert ez a szó, hogy bűn vagy vétkezés, ez egy nagyon réges szó. People know what sin is. Az emberek tudják, hogy mi a bűn maga. You know what a transgression is? Tudjuk azt, hogy mi a törvényszegés, amikor eltérünk az igazságtól, tehát törvényszegés történik. But this next word, iniquity, is different. De ez a szó, ami az angolban az iniquity, ez egy olyan szó, ami a vétkezés, gonoszság. We'll get this. Tehát egy szándékos vétkezés talán, nem? So when we say this, what are we saying? Tehát mit is mondunk ezzel? This word in the original language means this. Az eredeti nyelv szerint ez a szó az azt jelenti, it is deeper than sin. Hogy ez mélyebb, mint a bűn maga. It's deeper than these other two words. Mélyebb, mint ez a másik két szó, amit erre használtunk. It means a repeated, continual sin. Tehát ez azt jelenti, hogy folyamatosan újra és újra megtörténik ez a vétkezés. Tehát egy folyamatos, gyere ide Csaba, valamit megmutatom. The word that she's trying to find. Tehát az a szó, amit próbálunk most itt megtalálni, hogy mi is a legjobb szó erre magyarul, ez azt jelenti, it means a heart distortion. Ez a szívnek egy teljes eltorzulása. And it means a bend to do wrong. És az, hogy meghajtod magad arra, hogy rosszat cselekedj. So although tries to get up. Még akkor is, amikor az ember megpróbál kicsit felemelkedni, ez a bűn folyamatosan lenyomja őt, és lent marad mindig. They are bound over to sin in slavery. Azt mondja, hogy a bűn miatt meghajtották magukat a rabszolgaságra. Now Exodus 20 verse 5. A 2 Mózes 25-ben. It tells us this about that word iniquity. Erről a szóról beszél nekünk az ige, amit mi fordításunk gonoszságnak vagy vétkezésnek. And I'm going to give you the modern word for it. Just és mindjárt a modern szót is megmondjuk majd erre. It says this. Azt mondja az ige. It says that the iniquity of a father, hogy az atyák vétkei, is passed on to the son, to the third and the fourth generation of a family. Azok rászállnak a fiakra és azoknak a fiaira harmad negyed íziglen. I don't pass on the other two, but I pass on that other thing. Azt a másik két dolgot azt nem adjuk át az utánunk való generációnak, de ezt az egyet igen. So for us today, szóval számunkra mai napon, ahhoz, hogy megértsük azt a szót, amit én megpróbálkozom itt lefordítani, az. It is the phrase generational curse. Ez pontosan ugyanaz a kifejezés, amit modern nyelven úgy hívunk generációs átok. How many of you guys want to get set free in Christ? Hallelujah. Hányan akartok szabaddá válni Jézus Krisztusban ezektől? Hallelujah. I'm going to teach you just for a couple more minutes about how to reverse the curse in your life. Milyen pillanatra szeretnék akkor arról tanítani, hogy ezt az átkot hogyan tudjuk visszafordítani az életünkben. The Bible says that a curse is passed on through a family, through four or five generations. A Biblia azt mondja, hogy egy átok átadható családon belül harmad negyed íziglen, tehát harmadnegyedik generációra nézve is. Do you know how sin or curses are passed? They are passed through the bloodline. És tudod, hogy adódik át az átok? Az a vérvonalon keresztül történik. Now just so that you understand, it has been proven by science.
hogy megértsétek ezt, a tudományban, tehát tudósok és orvosok is bebizonyították ezt. That sickness can be inherited in a family and go through the bloodline. Hogy a betegség egy családon belül átadható a család többi tagjának, és a vérvonalon keresztül ez örökölhető. It's been proven that it can pass through generations. És ez bebizonyított tény, hogy generációkon keresztül ez továbbadható, örökölhető. So if that's possible in the physical, it is very possible in the spiritual. Szóval, ha a fizikai értelemben ez lehetséges és megtörténhet, akkor nagyon is lehetséges és megtörténhet szellemi értelemben. Szellemileg is ez átadható. What is a curse? It is an assignment from hell. Mi maga az átok? A pokolból küldött küldetés a pokolból. And comes as a result of the fall of man. És minek az eredményeként jön? Egy embernek az elesésén, vétkezésén keresztül jön. So there are many who sit in church and although they love God. És nagyon sokan vannak úgy az egyházban, a gyülekezetekben, hogy ott ülnek és vétkeznek, pedig szeretik Istent. And although they love the church and love everything about the Lord, they still have this bent to sin. És ha bár szeretik az Urat, szeretik a gyülekezetet, minden szeretek, ami az Úrral kapcsolatos, mégis így vannak meghajolva a bűn előtt. Hányan értitek ezt? That even though they love the Lord, még akkor is, ha szeretik az Urat, they have this repeated thing in their life that just keeps causing them to go down and down. Van ez a folyamatos, ismétlődő dolog az életükben, ami azt okozza, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre és mélyebbre sűrűzik. Szeretik ugyan Istent, but there's an unclean habit in their life. De van az életükben egy tisztátalan szokás, that is not pleasing to God. Ami nem kedves Isten szemeiben. There's a heart distortion in some area of their life. Az életük bizonyos területén van egy szív eltorzulás. Remember what we said. That the curse is passed on from generation to generation. Generációról generációra átadható maga az átok. Let me give you some examples. Hadd adjak néhány példát erre. We said this earlier. Ma, ahogy mondtuk már korábban. Sickness is a curse. A betegség az egy átok. Amen. I've gone in, when we pray for people, diabetes, perfect example. Például a cukorbetegség az egy tökéletes példa erre. One of the very first questions I ask, is this been in your family before? A legelső dolog, amit felszoktam tenni kérdésként, hogy a családodban valakinek előfordult ez már? Yes, my mother had it. Igen, az anyám is cukorbeteg volt. My grandmother had it. Igen, a nagymamám is ezen keresztül. It's been in my family. Ez ott volt a családomban. Cancer. A rákos daganat is ilyen. It's been in my mother's family. Az anyám családjában is megtalálható, az apám családjában. Én nekem is megvolt. You know, divorce can be a curse. Tudod, a válás, az, hogy egy házaspár elválik, az is egy ugyanilyen átok lehet. In my family, my dad had 18 brothers and sisters. Az én családomban az én édesapámnak 18 testvére volt. And almost every one of them has been divorced 2-3 times. És talán mindegyikük 2-3-szor elvált. Doesn't look too good for me and my baby, amen. Nem jól néz ki számomra, és az én bébinek hívja az ő saját feleségét. Anger. A harag is ilyen lehet. You know, they say that a man who abuses his family. Azt szokták mondani, hogy az a férfi, aki a családját folyamatosan erőszakot követel a családjával, ilyen agresszív módon is. And his sons one day will do the same. Egy nap a saját fiai is ugyanígy fognak viselkedni majd a saját családjuk. Hello. Hello. Yeah. Passed on. Mert ezt tovább adják egymásnak. What's a curse? Mi az átok? A curse is anything that is void of the blessing of God. Az átok bármi lehet, ami egyszerűen kiüríti vagy megfosztja az életünket Isten áldásától. Hello. Hello. You look at King David, perfect example. Nézzük meg Dávid király, tökéletes példa erre. Killed a man for a woman. Megölt egy férfit egy nőért. And God told him, the sword will never leave your life. És azt mondta neki Isten, hogy a kard soha nem hagyja el az életedet. Hello, have you ever wondered? Csodálkoztál valaha is azon? Why sometimes there are people that have certain problems in certain areas of their life? Hogy miért van az, hogy időnként az embereknek bizonyos problémája van az életük bizonyos területében? They like to stop it. Sorry.
They like to stop it. És szeretnék megállítani azt. But they feel they're bent towards this area. De úgy érzik, hogy afelé, a helyzet felé oda vannak hajolva, meg vannak törve, meg vannak hajolva. Ez egy bizonyos bűn, ami okozta. A habit. Egy szokás. They went to Jesus. És aztán mennek Jézushoz. They saw a man that was blind. Jézus látta azt az embert, aki megvakult, tehát aki vak volt. And they said, Lord, és azt mondták neki, Uram, who sinned that this man should be born blind? Ki vétkezett, hogy ez az ember valaként született? Emlékeztek még erre a történetre? Was it his parents or was it him? A szülei vétkeztek, vagy ő maga? There's a scripture in the Bible that says this, that the parents have eaten, the fathers have eaten sour grapes, but it's the children's teeth that are set on edge. Mert van egy olyan ige, ami azt mondja, hogy a szülők ették a keserű szőlőt, és ezért a fiaknak a fiak foga fásult bele. Hallelujah! Vásult bele. Hallelujah! That the children pays for the father. Tehát a gyerekek születnek az apjuk, vagy a szüleiknek a vétkéért. That the daughter pays for the mother. Tehát a fiú fizet az apa vétkéért, a lány fizet az anya vétkéért. And it doesn't matter if it's here in Hungary, in Mexico, in United States or anything. És ez teljesen mindegy, hogy ez Magyarországon van, Mexikóban, vagy az USA-ban, vagy bárhol. It's not that they're bad people. Nem arról van szó, hogy rosszak maguk az emberek. It's that there's a distortion somewhere. Hanem hogy van valahol valami eltorzulás. But how many of you know Jesus came to set us free? Hallelujah! De hányan tudjátok, hogy Jézus azért jött el, hogy szabad. Hallelujah! I preach in prisons. Én börtönökbe is megyek ott prédikálni. You can go to some prisons. És néhány börtönbe, ahol elmész. You'll see the grandfather, the father, and the son all in different cells. Látod, hogy ott ül más-más cellában a nagyapa, a fiú és annak a fia is. I go to women, breast cancer. És hogyha betegségről van szó, és hölgyeknél előfordul valamilyen mellrák például, látszik, hogy a családjukban szinte mindenkinél van. Más esetben emberek elmennek gyülekezetbe. És mivel, hogy a szívükben ott van ez az eltorzulás, it keeps pulling them down. Ez újra és újra lehúzza őket. So they're up one day, szóval egy nap már ott vannak fönt, down the next. Másnap meg már lent vannak a kérdés. Started in some area, hogy csak egyetlen egy ember kell ahhoz, hogy az
forduljon. And through repeated sin. És azon keresztül újra és újra ismétlődjön a bűn. And to be bent towards that area. Ahhoz, hogy azon a területen teljesen meghajoljon annak. Without repentance. Megtérés nélkül. A door gets open. Kinyílik egy ajtó, and the enemy comes in and wreaks havoc on that home. És bejön az ellenség és egyszerűen letáborozik abban az otthonban. See, when we talk about glory, you're talking about one thing, holiness. Amikor a dicsőségről beszélünk, akkor beszélünk egy olyan dologról, Szent. Hallelujah. Hallelujah. His people have to be holy. Tehát az ő népének is szentnek kell lennie. So all it takes is that one person to open the door. Jesus said it like this. Szóval egyetlen egy ember kell hozzá, hogy kinyissa az ajtót. Jézus ezt aképpen fogalmazta meg. Do you remember the story of the demon that left the house? Emlékeztek még arra a történetre, amikor azt mondja, hogy amikor elhagyja a házat egy démon, a tisztátalan szellemet. Jesus said in Luke chapter 11, he goes to find rest, and he can't find any. A Lukács 11-ben azt mondja Jézus, hogy elmegy, és üres helyen jár, és víz nélkül való helyeken jár, hogy keresse, nyugalmat keresve. És nem talál? Köszönöm itt a segítőt. So he says, I'm going to go back to my house. Szóval azt mondja, hogy visszatérek az én házamhoz. And what does the Bible say? He brings 7 demons stronger than him. Hét magánál erősebb más démont hoz magával együtt. And the Bible says this. És a Biblia azt mondja. He looks in the house. Benéz a házba. Talking about the person's heart. Arról a személynek a szívéről beszél. And he said, the Bible says this. He sees the house that it is swept. És azt mondja, hogy látja azt a házat, ami ki lett söpörve. It is clean. Szépen ki van tisztítva. But here's one thing the Bible says. He sees that it's empty. De a Biblia azt mondja, hogy aztán látja, hogy az üres. Why is it empty? Miért üres? Because no word is put in there. Mert nincs ige, nincs Isten beszéd, amit abba belehelyeztek volna. That person has given the devil legal right to come in. És az a személy az ördög számára egy legális jogosságot adott arra, hogy beléphessen. How many guys know? Hányan tudjátok azt? No enemy's coming in my house, amen? Az én házamban nincs ellenség, aki bejöhet, amen? If a robber comes in, my wife's got a gun. Mert hogyha jön egy tolvaj, a feleségemnél van egy pisztoly, egy fegyver. You don't belong here. Te nem ide tartozol. Hello. Hello. You have no right in this home. Ebben a házban neked nincs jogod ide belépni. So the demon goes in and the Bible says that the last state is worse than the first. De hogyha bemegy az démon, azt mondja a Biblia, hogy az utolsó állapota, vagy a második állapota annak az embernek sokkal rosszabb, mint az előtti. So here's the truth. Szóval az igazság az, a curse comes as a result of disobedience, hogy az átok mindig valamilyen engedetlenség oka, vagy engedetlenség képpen lép be. But how many of you know that a blessing comes because of obedience? De hányan tudjátok, hogy az ellentéte is igaz, hogy az áldás azon keresztül jön, hogy te engedelmeskedsz. Amiket mások hagytak ott. But when you and I came to Jesus Christ, de amikor te és én Jézus Krisztushoz jöttünk, he changed everything. Ő mindent megváltoztatott. If it took one person to start a curse, ha egyetlen egy emberre volt szükség ahhoz, hogy elinduljon egy átok, then how many people does it take to reverse a curse? Akkor hány emberre van szükség ahhoz, hogy az átok visszafordítsa? It takes one person. Akkor nem csak én nyerek üdvösséget, hanem az egész házam népe is üdvösséget nyer. Halleluja! How do you break a curse? Hogyan tudsz megtörni egy átkot? How do you break a generational curse? By starting a generational blessing. Hogyan tudsz megtörni egy generációs átkot? Úgy, hogy egy generációs áldás sorozatot indítasz el. Halleluja! Arra a keresztre. There were 7 places that he shed his blood.
Gethsemane, his blood fell to the ground. Azt mondja a Biblia, hogy amikor ott volt Getsemáné kertjében, vért izzadt és az lehullott a földbe. That the first Adam, if you remember the curse was the ground, God told Adam. Emlékeztek még, amikor az első Ádám vétkezett, azt mondta Isten, hogy átkozott az a föld. But when Jesus was in the garden of Gethsemane, hallelujah. Amikor Jézus odakerült a Getsemáné kertjében, azoknak a lábai, akik az evangéliumot viszik a helyre. At every place the sole of your foot goes, God says, I've given you dominion. Hogy minden egyes hely, ahova csak a lábad lép, azt mondja az Úr, hogy neked adtam az uralmat azon a helyen. So that blood and water would flow is what the Bible says. És vér és víz folyt ki abból, azt mondja a Biblia. Eve came from the side of Adam. We come from the side of Jesus Christ. Ahogy Éva Ádám oldal bordájából jött létre, mi Jézus Krisztus oldalából jöttünk létre. Acts 20 says we are the blood bought church. Hallelujah. Apcsel 20-ban azt mondja, hogy mi vagyunk az az egyház, az a gyülekezet, akik véren lettünk megvásárolva. Hallelujah. And then his heart. És az ő szíve. Why the water flowed? Because his heart collapsed. Amikor az oldalában döftek, akkor a szíve összeesett, összetört. Nobody could see what was going on in his heart. Senki nem látta azt, hogy belül az ő szívében mi folyt ekkor. He came to heal the brokenhearted. Hiszen ő azért jött, hogy meggyógyítsa a megtört szívőket. And he took the things, the bruises that nobody else saw. És fogta azokat a sebeket, azokat a megbántódásokat, és oda vitte, ott volt a kereszten. Bruises you can hide. És te lehet, hogy el tudod rejteni azokat a sebeket, amik a vér alá futásos tündődés sebei. Ezek belső gyógyulásra való szükségesek, amit senki más nem tud, ami ott van belül. The hidden hurts. Ezek a rejtett bántalmak. How many of you know his blood covers that too? Hányan tudjátok, hogy az ő vére azt is betakarja? In other words, the inner drive to do the wrong. Más szavakkal, hogyha van egy belső olyan késztetés, hogy rossz dolgot akar tenni, kényszer, egy belső kényszered van, hogy rossz dolgokat cselekedj. What Jesus did with the blood was Jézus tett a vérrel az ez. Kiegyenesített téged azért, hogy szabadságot és győzelmet kaphass az életed minden egyes területére. So that now because we are one in Christ. És mivel mi most már egyek kiváltunk. Oh, hallelujah! Christ in you is the hope of glory. Jézus Krisztus, aki benned van, ő a dicsőség reménysége. Now when they see you, they see Jesus, and when they see Jesus, they see you. Amikor meglátják Jézust, meglátnak téged. Amikor meglátnak téged, meglátják Jézust. You step into the blessing of God. Belelépsz Isten áldásaiba. And you step into the one who destroyed the curse for you and I. Belelépsz abba, aki számodra és számomra összetörte és
van. Jesus became a curse for us. Jézus átokká vált számunkra. So that the blessing of God would be poured out on us. Hogy Isten áldásai ránk legyenek árasztva. Come on, how many guys stand now for His wonderful blood? Hallelujah. Hallelujah. Az ő csodálatos vérért. Hallelujah. What does that mean? Mit jelent ez? That means that you. Ez azt jelenti, hogy te. Can put a stop to the iniquities in your family. Megállíthatod a családodban lévő vétkezések sorozatát. And begin a generational blessing. És elindíthatsz egy generációs áldás sorozatot. When David sinned, amikor Dávid vétkezett, remember the sin? Emlékeztek még? In Isaiah, in Psalms 51, Zsoltárok 51-ben, he repented in all the areas. Megtért minden egyes területen, bűnbánatra jutott. Father, forgive me of my sins, my transgressions. Atyám, bocsáss meg az én bűneimet, az én vétkeimet, and the curses around. És az átkokat is, amelyek körülöttem vannak. We pray like Nehemiah prayed, like Daniel prayed. Father, forgive us. Ugyanúgy imádkozunk, ahogy Nehémiás imádkozott, ahogy Dániel imádkozott. Uram, bocsáss meg nekünk. Not just forgive me, forgive us. Nem csak nekem, bocsáss meg nekünk. We've all sinned against him. Mindnyájan vétkeztünk ellene. Because the truth is this. Mert az igazság az. For all have sinned. Mindnyájan vétkeztek, and fallen short of the glory of God. És elestek az ő dicsőségétől, eltávoztak az ő dicsőségétől. But oh, thank God for the blood of Jesus. De dicsőség Istennek a Jézus Krisztus véréért. That blessing is passed on to our families. Hogy az áldások is átadódnak a mi családunknak. And you know what the Bible teaches us about the blessing? The blessing gets stronger with every generation. És tudod, mit mond a Biblia az áldásokról? Hogy minden egyes generációnál egyre felerősödik az áldás. Amen. Hallelujah. No born again child of God. Nincs Istennek olyan újjászületett gyermeke. Has to walk under a curse. Akinek még mindig átok alatt kellene, hogy járjon. The blood of Jesus. Mert Jézus Krisztus vére. How does it? How the Bible says about Moses? Ki folyt? És mit mond a Biblia Mózesről? Moses took the blood and he put it over the door of the house. Mózes vette a vért és az ajtó félfákra fölfestette azt. What he said was. Amit ezzel mondott az az volt. No death can come into my home. Az én házamban nem léphet be halál. Hallelujah. No death can come into any home here. Amen. Egyetlen egy otthonban sem léphet be a halál. Amen. No death can come into your home. Nem jöhet be halál a te otthonodba. Your house. Mert a te házad. Is a sickness-free area. Egy olyan terület, ami betegségmentes. My Bible says that it's the blood that makes the atonement for the soul. Az én Bibliám azt mondja, hogy a vér az, amely a lélek számára elhozza az üdvösséget, vagy a megváltást. In the time of Moses, the blood is what stopped the plague. Mózes idejében ez a vér volt az, ami megállította a halál angyalát, hogy jöjjön az a pusztítás. Oh, there's still power in the blood of Jesus. Jézus vérében még mindig erő van. It can set a man free. Szabaddá tud tenni egy embert. I don't know why he loved us, but he did. Nem tudom, miért szeretett bennünket ennyire, de mégis megtette. Nem voltunk rá méltó. When my brother was in a homosexual lifestyle. Az én életemben is a bátyám homoszexuálissá vált. When my mother was a drug addict. Az édesanyám drogossá, kábítószeressé vált. When I was lost in drugs. Amikor én is teljes elveszett voltam és kábszereztem. He found me in a jail cell. Ott egy börtön cellában talált rám. All my family was gone. Az egész családom elveszett volt. And he found me where I was at. És ott talált meg, ahol éppen voltam.
és megtisztított engem. Gave me a brand new name. Egy teljesen új nevet adott nekem. He told Israel. Azt mondta Izrael. When I found you. Amikor rád találtam. You were like a baby that was dying in its own blood. Olyan voltál, mint egy kisbaba, aki a saját vérében haldoklott. And I said, live. De én azt mondtam, élj. The blood of Jesus still speaks. Jézus vére még mindig beszél. Where Abel's blood. Amikor Ábel vére. Said your blood, your brother's blood speaks to me from the ground. Kifolyt, azt mondta Isten igéje, hogy a föld kiáltja, az a vér kiált hozzá. Where his blood spoke vengeance. És bosszúállásért kiáltott az ő vére. The blood of Jesus speaks forgiveness. Jézus vére pedig megbocsátást szól. Azért kiált. And whosoever will. Hogy bárki, aki akarja ezt, can come. Jöhet hozzá. It's free. Ez ingyen van. Sin a million miles away from you. A bűn egy millió-millió mérföldre van tőled. A life of victory. Mert győzelem élete van. That says you are worth something to God. Számodra, és azt mondja Isten, hogy igenis méltó vagy arra, hogy érsz valamit Isten számára. In these next services we're going to zoom into glory. És ezekben a következő alkalmainkon egyszerűen oda fogunk zoomolni a dicsőségbe. És egyszerűen nem kell, hogy beköltöd az öveidet ahhoz, ami majd jönni fog. Mert Jézus vére is the foundation. Az alapja mindennek. Nothing but the blood. Semmi más, csak a vér. Worship is wonderful. Csodálatos, hogy imádni. We have no right to worship without the blood. De a vér nélkül nem lenne jogunk imádni őt. Preaching can save. A prédikáció nem tud téged megváltani. But we have no right. Nincs jogunk. Without the blood. Vér nélkül. How many of you are grateful for the blood of Jesus? Hányan vagytok hálásak Jézus Krisztus vérért? It doesn't matter how long you've known God. Teljesen mindegy, mióta ismered Istent. Or how long you haven't. Vagy mióta tértél meg hozzá. My brother and sister, he loves us. Testvéreim, ő szeret bennünket. He breaks every curse. Ő megtör minden egyes átkot. My grandfather was into witchcraft. Az egy nagyapám boszorkány varázsló volt. And how many of you know that the blood of Jesus is greater than witchcraft? De hányan tudjátok, hogy a boszorkányságnál is nagyobb Jézus Krisztus vére? My family was poor. A családom annyira szegény volt. My dad and my mother very poor. Az apám is és az anyám is nagyon szegények voltak. How many of you know that the blood of Jesus is greater than poverty? Hányan tudjátok, hogy Jézus Krisztus vére sokkal nagyobb minden szegénységnél? One day I hope you can meet my mama. Egy nap remélem majd találkoztok az anyámmal. But my mama was in a wheelchair. Az én anyám ott volt tolószékben. How many of you know the blood of Jesus is greater than sickness? Hányan tudjátok, hogy Jézus Krisztus vére nagyobb minden betegségnél? Power got here, she got up out of the wheelchair and started dancing before God. Isten ereje megérítette őt, felállt a tolószékből és elkezdett táncolni Istennek. Körülbelül 25-27 évvel ezelőtt történt ez. The blood of Jesus. Jézus vére. Why don't we stand? Álljunk fel most mindannyian. I believe. Hiszem azt. This time is going to be a time of the glory. Ez az idő, a dicsőség ideje lesz. The Bible says it's the spirit and the blood that are agreed. Biblia azt mondja, hogy a szellem és a vér, amely együtt cselekszik. In English we would say, oh, the blood of Jesus. That washes white as snow. Angolul van egy olyan éneknek, hogy ó, a Jézus vére elmos minden vér. It reaches to the highest mountain. Eléri a legmagasabb hegyeket is. And it flows to the lowest valley. És lefolyik a legmélyebb völgyekbe is. His blood washes away sin. Az ő vére elmos minden bűn. It makes us clean. És teljesen megtisztít bennünket. And all of us here standing together, Father. És most mindannyian, Atyám, itt állunk előtted.
You said the curse was destroyed. Te azt mondtad, hogy az átkot tönkretetted. The blessing of God. Leromboltad, elpusztítottad, és Isten áldásai would come on us. Emiatt ránk fognak szállni. Blood of Jesus. Jézus Krisztus vére. Destroys the curse. Lerombol minden átkot. That my sons and my daughters. Hogy az én lányaim és az én fiaim. Will walk in the blessing. Az áldásokban járjanak. But the problems in my family past. Hogy az én családomban lévő problémák elmúljanak, véget érjenek. Won't affect my present and my future. És nem lesznek kihatással sem a jelenemre, sem a jövőmre. In our homes. Az otthonainkban. In our bloodline. A vérvonalunkon keresztül. Many ugly things. Nagyon sok csúnya dolog található. When we come into Jesus, de amikor belépünk Jézusba, we come into the blood that knows no sin. Abba a vérbe lépünk be, ami nem ismer bűnt. And we take on a new family. És egy új családunk lesz. The family of God. Isten családja. That says I've been forgiven. Ami azt mondja, megbocsátást nyertem. I've been washed and made whole. Megmosott engem, és egészségessé váltam. How many of you need to be washed clean by the blood of Jesus? Hányatoknak van szüksége arra, hogy Jézus Krisztus vére tisztára mosson titeket? How many of you need the curse destroyed over you? Hányatoknak van szüksége arra, hogy az életetek fölött megtörjünk minden átkot? You recognize it, you know it's there? Ha te felfedezed ezt, ha tudod, hogy ott van, és látod, érzed, hogy ott van. Jesus. Jézus Krisztus vére. Has made you whole. Egészségessé tesz téged, teljessé tesz téged. What does it take? Mi kell ehhez? We come into the blessing of God. Az, hogy belépjük Isten áldásaiba. Before we end this first session. Mielőtt ezt az első részét az alkalmunknak befejeznénk. And we get prepared for all of the great things that God's about to do. És felkészülünk mind azokra a nagyszerű és jó dolgokra, amit Isten nekünk akar adni. How many of you were here today, say Brother Denny? Hányan vagytok úgy itt, hogy azt mondjátok, Denny testvér? That curse needs to be broken over my home. Ez az átkot meg kell, hogy törjük az otthonom fölött. I need glory in my house. Nekem szükségem van a dicsőségre az én házamban. Nézd meg, Uram, ezeket a kezeket. I want you all to come forward, step to the front. Ha mindannyian előre jönnétek, és így előre lépnétek, tegyük félre a székeket, bármilyen. Gyertek előre, mindannyian, akiknek szükségetek van arra, hogy megtörjük az életetek fölött. Hogyha egyszerűen kell, hogy egy picit nyomulj előre, hogy előre jöhess, akkor is tedd meg, de gyere előre. Come to the place where the blood makes you clean. Jöjj ahhoz a helyre, arra a helyre, ahol a vér tisztává tesz téged. Gyertek előre. Jöjjetek ehhez a helyhez. Where that crimson blood makes your whitest robe. Ahol ez a vér, vörös vér, olyan tisztává és fehérré tesz téged, mint a hó. Whatever's in your life. Bármi is van az életedben. It doesn't matter what kind of sin is in your home. Nem számít, milyen bűn van az otthonodban. His blood washes it. Az ő vére teljesen tisztára. Blood of Jesus. Jézus vére. The blood. Jézus vére. We have to come to His throne. Az ő trónjához kell kerülni. Come to the foot of the cross. A keresztlábanyhoz. And we give Him. És neki adjuk mindazokat a dolgokat, amik akadályoztak, elválasztottak bennünket. Meghallhatjuk az ő hangját.
Halálon keresztül kellett, hogy jöjjön. It was death.
A halál volt az, ami megbocsátást szerzett nekünk. It was life. És az élet volt az. It was that resurrection life. Az a feltámadási élet. That gives us strength today. Ami erőt ad nekünk ma. We come to him just the way we are. Pontosan úgy jövünk hozzá, ahogy vagyunk. Whatever it is that you see that's in your home, the Lord spoke to you, you know. Bármi is, amit látsz az életedben, az otthonodban, a családodban, te már tudod ezt, az Úr már szólt hozzád erről. Bármi is legyen, ami téged még mindig fogságban tart. Nem kell, hogy többé fogságban tartson tovább is. Amiért a szüleink szenvedtek. Amiért átment a mi családunk. Bizonyos dolgokon nekünk nem kell már ugyanazokon átmennünk. Every door is closed to the enemy. Minden egyes ajtó zárva van az ellensége előtt. So that the blessing will come into my children. Azért, hogy az áldások jöhessenek a mi gyermekeink számára. And from this generation forward. Hogy innentől kezdve, ettől a generációtól tovább. Blessing is mine. Az áldás, azt mondom, az blessing belongs in my home. Az áldás az én otthonomhoz tartozik. Blessing belongs in my house. Ez az áldás az én házamhoz tartozik. And it's mine. Ez az enyém. And I can have it. És ezt megkaphatom. Now Father, in the name of Jesus, lift your hands. Atyám, a Jézus nevében emeljük. Some of you are just going to begin to feel the soothing peace of God flow. Néhányan érezni fogjátok, ahol Istennek ez az édes, megnyugtató békessége rátok száll. Vagy érzed azt, hogy Isten megérint téged. He's gonna stand you up straight. Egyenesen felállít téged, egyenes háttal megállj, hogy soha többé ne legyél meghajolva. No more yo-yo syndrome in church. Soha többé ne legyen vége a gyülekezetekben, az egyházban a yo-yo szindróma. Victory will be ours. Mert a győzelem a miénk. Amen. Now Father, in the name of Jesus. Atyám, a Jézus nevében. Thank you for the victory that is given to us. Köszönöm neked azt a győzelmet, amit nekünk by the blood of Jesus Christ. Jézus Krisztus vére által. Father, we set the foundation of glory with blood. Atyám, az alapokat, a fundamentumot véren által levetjük most. Thank you that for my family and my house. Köszönöm neked, Uram, hogy az én családomban és az én házamban. We will serve the Lord. Az Urat fogjuk szolgálni. Mert az a ház, amely meghasonlít önmagával, nem tud megállni. But my house, de az én házam, will serve the Lord. Az Urat fogja szolgálni. You can say my house. Ami a Úr elmény
Egy pillanatra most maradjunk az ő jelenlétében, és szökkingoljunk, ázzunk az ő jelenlétében. Nem sokára még lesz ennek a részének az alkalomnak. De továbbra is tartjuk a magasban az ő kezeinket. Az ő jóságában ázunk. Teljesen áraszt bennünket az ő szeretet. Te is én átélhetjük most azt a csodálatos békességet, a mi helyünkön van. Tehát a mi helyünk a győzelem helye. A megbékéltetés szolgálatát kaptunk. Hogy az a világ, aki nem ismeri őt, behívjuk őket is. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az egyszülött fiát adta. Aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életen legyen. Alleluja! Az örökké valóság. Heaven comes down and we go up. Leszáll a menny, mi pedig fölmegyünk a mennybe. Ugyanúgy, ahogy az imádatok fölszáll oda, az ő áldásai leszállnak onnan. Ő beszívja, belélegzi a mi imádatokat. És kifújja ránk az ő dicsőségét. Az ő jelenlétének szférája. Annyira szeretjük az ő csodálatos jelenlétét. Amen. Minden ott van, letél a kereszt előtt. You guys are ready for some glory. Hányan álltok készen a dicsőség fogadására? You guys are ready for the angels. Hányan álltok készen arra? The real question is, how many angels are ready for us? Hányan álltok készen az angyalok fogadására? De igazából I'm trying to do too much.
szokták nekik mondani, hogy hát túlságosan mélyen azért a reggeli alkalommal nem együttjük el a dolgokba. This next session. De ebben a következő alkalmunkon majd we're going to come into signs and wonders. Be fogunk lépni a jelek és csodák szférájába. I love you guys. Nagyon szeretlek titeket. We've got good time. Nagyon jó az időzítésünk. So I want you to get ready. Szóval szeretném, hogyha felkészülnél és készen állnál. Grab four people you don't know from the street and say, come to this thing. Ragadj meg legalább négy embert az utcáról, akiket nem ismersz, és mondod, gyere velem be ide erre az alkalomra, mert ez neked kell. There is a young mexikói, és ők a kérdőben. És jó dolgokról fog beszélni. So, get ready. Szóval készüljetek föl. Do what you gotta do. Tegyétek meg mindazt, amit meg kell tennetek. We're gonna see you after 3. Akkor 3 órakor találkozunk? 3-kor? 3 óra. 3? So before you go out. Szóval mielőtt kimennél most innen. Nagyon különleges, speciális időt fogunk majd eltölteni, fogunk majd imádkozni és egyebek. But before you leave, tehát mielőtt elmész, hug somebody, valakit ölelj meg, tell them it's great to see you. És mondd el neki, hogy nagy